Tüntetés az ellenzéki kollaboráció ellen áll civil ellenzék és a civil ellenzéki kerekasztal sajtóközleménye, diktatúrában az ellenzéknek az utcán a helye, Budapest, 2018. május 2. Felszólítjuk a NER 2018-as választásán mandátumot szerzett ellenzéki képviselőket, hogy ne tegyék le a képviselői esküt, és ne vegyék fel a munkát a diktatúra parlamentjében, tegyék nyilvánvalóvá. Hogy többé nem a NER részei, nem kollaborálnak Orbán rendszerével, nem pénzért politizálnak és hazudnak, hanem a jogállamért és a demokráciáért küzdenek, a Fidesz a 2011-es alkotmánymódosítással. A fékek és ellensúlyok szisztematikus eltörlésével és az önmagára szabott választási törvénnyel megszüntette Magyarországon a demokráciát és a jogállamot, és diktatúrát hozott létre. Az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet államellenes bűncselekmény, ami ellen minden polgárnak joga és kötelessége fellépni, az elmúlt 7 évben Magyarország demokrata polgárai nem ismerték fel. Hogy a demokrácia megszűnt, és nem értették meg, hogy egy diktatúrával állnak szemben, ebben a legnagyobb felelőssége a magát demokratikusnak mondó ellenzéki pártoknak és politikusoknak van. Akik ezt nem tették nyilvánvalóvá az ország polgárai előtt, hanem ellenkezőleg, szavaikkal és tetteikkel fenntartották a demokrácia hamis látszatát, és becsapták választóikat. Ennek legfőbb módja az volt, hogy 7 éven keresztül elindultak a NER választásain, és elfoglalták helyüket a parlamentben, ahhoz, hogy a diktatúra elleni érdemi ellenállás megkezdődhessen. Széles tömegek előtt nyilvánvalóvá kell válnia, hogy Magyarország diktatúra, ugyanis diktatúrában az ellenállás hatékony eszközei egészen mások. Mint amikor a nép egy demokráciában akar változást elérni, diktatúrát nem döntenek meg puszta tüntetésekkel, sem pedig választásokon, a diktatúrák ellen az adekvát fellépés a rendszer bojkottja. És a kreatív és jól megszervezett polgári engedetlenség a rendszer megbuktatásához vezető első fontos lépés, hogy megszülessen a diktatúra parlamenten kívüli ellenzéke, egy olyan ellenzék, amelyik a gyakorlatban is elhatárolódik a NER kereteitől és működésétől, mindazok pedig, akik a párt támogatásért és a fizetésért asszisztálnak a NER törvénygyárában, azok valójában a NER részei. A NER-ből élnek, a NER célját szolgálják azzal, hogy fenntartják a demokrácia hazug látszatát egy diktatúrában.